Az én legkedvencebb tábori élményem az, amikor a Squam Lake-i táborban voltunk, és vízi játékokat csináltunk, és beborítottuk az Istvánt meg a Kornélt a vízbe. A tábori emlékem az az, amikor elmentünk a szigeti táborba, és ott őrséged álltam, és pont amikor őrségem voltam, akkor történt a riadó, és hát nem volt időm, és nem akadt rá idő, hogy beírjam az ősi naplóba, hogy az eseményeket az éjszakába. Tehát következő reggel, amikor kérdezték, hogy történt bármi, csak azt mondtunk, hogy semmi nem történt, mert nem volt semmi beírva a naplóba. Nagyon szerettem, ahogy a tutajtáborba tudtunk főzni a hajón. Megengedte, hogy jobban kifejlesztjük a főzési tudományunkat. Egészben nagyon évezetes élmény volt. Szigetáboron épp hajnalkor mentem őrségre, és nagyon szépen jött fel a nap. Éppen körbejártam, és jött fel a nap a vízen, és tükröződött a vörös, a sárga, meg a rózsaszínű a vízen, és aztán a fák között pedig kiszűrődött a nap, és szépen rózsaszínre festett mindent, és néhány perc alatt már fent voltam. Én szerettem a játékokat, meg a vízi táborok a legjobbak, mert ott kenyúzást tudunk csinálni, meg egymást frittálni. Szeretem a tábortűzi számokat, mert nagyon viccesek szoktak lenni, és jó hangulatot teremtek. Az őszi táborban a Marcival már fogtunk rákokat, de csak a mi ősünk, és éjszaka tüzet raktunk, megsütöttük. Én a Nohamsői táborba szerettem csomótkodni a forgószínpad közben. Azért, mert szórakoztató és tanulsz is. Az egyik csapatáborban volt, és az volt, hogy a tűbi játékokat beletették a tűbe, és mikor fölcsúlott, kipattantak. A legjobb tábori élmény az volt, amikor építettünk tutajokat, és utána rá mentünk, nagyon tetszett, ahogy csináltunk saját magunknak vacsorát. Az egyik szigettáborba elkezdett esni az esőt, mint tézsából öntötték volna. És mi nem csüggettünk el, hanem beültünk egy ponyva alá az egész csapat, és ordítottuk 2 órán keresztül a néptalokat. Lüszben nap, fényes nap, gyertek alatt a cserkészek megfagynak. Nekem az volt a jó, amikor számháborúztunk, és akkor ott nagyobbak ellen voltunk, és akkor mi nyertünk, szóval ez jó volt. Építettünk egy tutajot, befestettük, és bevittük a vízbe, és a tutajon voltunk a vízbe. A tutajtábor, és hogy barátok körül legyek.